maradt tisztán, per elengedi a tripát. A várakozásoknak megfelelően óriási csatát hozott az elődöntő első mérkőzése. Az első félidőben végig a Falkó diktálta a ritmust, és a nagyszünetre magabiztos 12 pontos előnnyel vonulhattak a sárga-feketék. Az 53-41-es állásról kezdődő második félidőben óriásit változott a játék képe. Az Albár bedolgozta tetemes hátrányát, majd a vezetést is átvette. A 36. percben már egy kerek tízessel jártak előrébb Kellerék. A mérkőzés végjátékában azonban feltámadt a Falkó, és Govens utolsó pillanatokban dobott kosarával 90-88 arányban megnyerte az összecsapást. A meccs előtt is tudunk, de ez a nehéz mérkőzés. Első félidő jól játszott, csináltunk a 12 pont különbség. A harmadik negyed megállunk, és ilyen csapat, mint Alba, visszajön a meccsek. Negyedik negyed volt az egál, és végül is az utolsó dobások, Govens, nyertünk. A mérkőzést közel 3000 néző tekintette meg a helyszínen. A vasi szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, és nagy mértékben járottak hozzá ahhoz, hogy csapatuk vesztett állásból is fordítani tudott. A derbi végén a sárga-fekete szimpatizánsok óriási ünneplésben részesítették kedvenceiket. Köszönjük a szurkolóinak, akik tényleg hatodik emberként segítettek minket, mínusz 10 pontnál is. Megmutattuk azt hiszem újra, hogy óriási szívünk van. Váltottunk egy kicsit a védekezésen itt a negyedik-negyed utolsó felében. Muszáj volt, hiszen tényleg 9-10 ponttal vezetett az Alba. Azt gondolom, hogy megérdemelt, hogy nyertünk. A három győzelemig tartó párharcban 1-0-ra vezet a Falkó csapata. A második összecsapásra csütörtökön kerül sor a bajnoki címvédő Alba-Fehérvár otthonában.